Extrém a meleg a városi iskolák tantermeiben. Első körben megoldják a telefonok begyűjtését, később valami stabilabb rendszert dolgoznának ki. A minisztérium szerint a magyar oktatás és a szakképzés példaértékű és kiválóan működik. Az önkormányzat konyhái felkészültek a szeptemberi nagyüzemre. A menza ára nem emelkedik a tavaszi díjakhoz képest, emelte ki a közétkeztetés ügyeivel megbízott alpolgármester. Sajtókampányt kezdett az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága. Cél, hogy minél szélesebb körben felhívják a járművezetők figyelmét a tanévkezdés kapcsán. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió hétfő esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Vác iskolái is megkezdték hétfőn a tanévet. Az 5 intézményben rövidített nappal indult a tanév. Az extrém meleg miatt néhol hosszabb szüneteket tartanak majd az órák között. A mobiltelefonok begyűjtését is igyekeztek házilag megoldani a tanárok. Egyelőre teljes a tankerület részéről a szájzár, csak a központ nyilatkozhat, mely hivatal viszont semmilyen információt nem ad ki. A nemzeti tanévnyitót Váchoz közel Dunakeszin rendezte meg a minisztérium. Itt Hankó Balázs az európai színvonalú magyar szakoktatásról beszélt, illetve arról, hogy jelentős digitalizációs fejlesztést sikerült végrehajtaniuk az oktatásban. Rétvári Bence pedig azt mondta, a tanárok eldönthetik, mikor vehetik elő a diákok a mobilokat, ha az a tanításhoz kell. És büszkék lettünk arra is, hogy a megújulásban egy rendszer szintű digitalizációs fejlesztés valósult meg. Az idei évtől több mint 700 digitális tananyag áll a tanulók és tanárok rendelkezésére, és a számunkérés egy részét is digitalizáltuk. A digitalizáció fontosságát hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szombaton, a nemrég átadott Dunakeszi Diák negyedben megtartott nemzeti tanévnyitón, ahol úgy fogalmazott, a magyar szakképzés érett tört Európában, az oktatási rendszer erős sziklára épül, mely magyar modell a teljes Kárpát-medence magyarságát is szolgálhatja. A két sportcsanokkal és sportpályával ellátott új intézményben Rétvári Bence is szót kapott, aki a digitális, illetve az okos eszközök tiltásának helyességéről is szónoklatot tartott. Ebben rámutatott, a pedagógus eldöntheti, hogy használhatják-e az iskolákban a mobilokat a diákok. Ezért döntött úgy a kormány, hogy ez évtől akkor lehet mobiltelefont használni, amikor az az oktatást segíti. Amikor a tanár azt mondja, hogy hozzák be a diákok a mobiltelefont az iskolába, és ott használhatják, mert ez segíti az oktatást valamilyen feladatot, valamilyen tudást ezen keresztül kíván kiadni. Pár nappal ezelőtt viszont épp ezért váltották le igazgatói munkaköréből a budapesti Madách gimnázium vezetőjét, mert azt nyilatkozta, hogy azért nem veszik el a diákoktól az okos eszközöket, mert a pedagógiai céljuk között szerepel a digitális kultúra helyes használatára való nevelés. A tanévkezdés előtti napokban a Váci általános iskolákban is ötletelés zajlott, hogy a jogszabályok keretében egyéb erőforrások mellérendelése nélkül hogyan tudnak megfelelni a miniszteri elvárásnak. Az iskolai igazgatók továbbra sem adhatnak ki információt a tankerület engedélye nélkül, így a híradó szülők elmondás alapján tudta meg, hogy az intézmények többségében még dolgoznak a működtethető rendszerek kialakításán, jelenleg pedig improvizálnak a tiltás végrehajtása érdekében. Van olyan intézmény, ahol egyenlőre a tanárok cipős dobozokat hoztak otthonról, és ezekbe külön osztályonként gyűjtik majd holnaptól a készülékeket. Ma a Váci általános iskolákban rövidített nappal indult az oktatás. A termek légkondicionáló nélküliek, az évszaktól eltérő extrém meleg miatt van, ahol az igazgató rövidebb órákat és hosszabb szüneteket rendelt el, amíg tart a hőség. A tanév egyébként minden tankerületi Váci intézményben elindult, holnaptól pedig mindenkitől begyűjtik a mobilokat. Ma reggel megkezdődött a tanév, az egyik legnagyobb kérdés pedig az, hogy a tanintézmények milyen módon fogják betartatni az új rendeletet, amely kitiltja az iskolákból például az okostelefonokat. Az ES telefonon próbálta elérni a Váci technikumok igazgatóit. Közülük azonban nem mindannyian nyilatkoztak. A Borankai Technikum igazgatója, Fábián Gábor elmondta, mivel nincs még fizikai lehetőség a leadott telefonok tárolására, intézményükben a diákoknak okostelefonjaikat kikapcsolt állapotban a táskájukban kell tárolniuk. Ha valamelyikük ezt megszegi, a telefonját az igazgatói szobában kell leadnia, valamint büntetőpontot is kap. Az igazgató az évnyitón kérte a diákokat, hogy nyomatékosan figyeljenek arra, hogy az új rendeletet semmilyen formában se szegjék meg.
A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum fenntartásában működő Táncsics Mihály mezőgazdasági technikumban több lehetőséget is kidolgoztak az új helyzet kezelésére. Osztályonként kulcsfelelősöket jelöltek ki, akik minden első óra előtt felveszik a portástól azoknak az árható szekrényeknek a kulcsát, amelyekből egyet minden osztályteremben elhelyeztek. Ide teszik be a diákok a telefonjaikat, a szekrényeket lezárják, a kulcsot újra leadják a portán, és csak az utolsó óra előtti szünetben vehetik fel azokat újra. Minden diáknak így is kötelezően gondoskodnia kell névvel ellátott, a sérülésektől jól védő telefontakokról is. Emellett az intézmény rendelkezik kódzárral ellátott szekrényekkel is. Ezeket is lehetőség van használni, sőt, ezen számzáras szekrények számát bővíteni is fogják. Tájékoztatott telefonon Jung Lilla, a Váci mezőigazgatója. A legtöbb technikumi képzést nyújtó intézményben nem hivatalos források szerint szintén zárható szekrények elhelyezése történt, vagy ezt tervezik. Azonban hivatalosan nem minden intézményt értünk el, közülük sem mindenki nyilatkozott. Szeptember 2-án hétfőn közel 2 millió iskoláskorú gyermeknek csengettek be a 2024-2025-ös tanévre Magyarországon. Az iskolakezdés a családi kasszákat is megterheli. Összességében megállapítható, hogy idén többe kerül az iskolakezdés a magyar családoknak, mint tavaly, derül ki az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzéséből. A váciak kétféle támogatást is igényelhetnek iskoláskorú gyermekeik számára, valamint idén is már augusztusban kiutalta az állam a családoknak a szeptemberi családi pótlékot. Erdélyi Dóra az Inforádióban elmondta, annak járt utána, mekkora költségekkel kell számolni a szülőknek, illetve összevetette a hazai helyzetet az EU más országaiban tapasztalt lehetőségekkel. Az elemzésből kiderül, tavaly évhez képest jelentősen lassult az idei tanévkezdése az egyes iskolai felszerelések, szolgáltatások inflációja. A tanulmány többek között a gyermekruhák és gyermekcipők árait is vizsgálta. Ezek a termékek 2-4%-kal drágultak 2023. júliusához viszonyítva. A tanszerek árai átlagosan 7%-kal nőttek egy év alatt, míg az iskolai étkeztetésért 8%-kal kell többet fizetni. Az elemző ugyanakkor pozitív fejleménynek nevezte, hogy az iskolába járás költségei nem emelkedtek. Kitekintve az Európai Unió más tagállamaira, az iskolakezdéshez szükséges papír és rajzeszközök, illetve a gyermekruhák és cipők átlagosan 2-2,5%-kal drágultak júliushoz képest. Erdélyi Dóra megjegyezte, Magyarország a gyermekruhák és gyermekcipők tekintetében a középmezőnyben van az uniós inflációs rangsorban, míg a papír és rajzeszközök esetében az elsők között szerepel. Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány szénior elemzője kiemelte, hogy a magyar családok több iskoláztatási támogatási lehetőség közül is választhatnak. Például a nappali rendszerű nevelésben részesülő tanulók számára 2020 óta ingyenesek a tankönyvek, illetve a magyar állam a gyermekek életkorának megfelelően részleges vagy teljes étkeztetési támogatást is biztosít kérelemre intézményi étkeztetés, valamint szünidei gyermekétkeztetés keretében. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is már augusztusban kiutalja az állam a családoknak a szeptemberi családi pótlékot, vagyis a nyár utolsó hónapjában kétszer kapnak ilyen juttatást az érintettek. Mindezeken kívül számos helyi önkormányzat is segíti, támogatja a szülőket az iskolakezdésben, leginkább pénzösszeg, utalvány vagy tanszercsomag formájában. Vácon szeptember 15-ig igényelhető a gyermekenként egyszeri 10.000 forint iskolakezdési támogatás, valamint az önkormányzat jövedelemfüggő alapon kérelemre beiskolázási támogatást is nyújt. A szokásos nyári karbantartások mellett bár kisebb kapacitással, de egész nyáron üzemeltek a Váci önkormányzat konyhái, amelyek a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés ellátását végzik. A szolgáltatás felkészült a szeptemberi nagyüzemre, a menza ára pedig nem emelkedik a tavaszi díjakhoz képest, emelte ki a közétkeztetés ügyeivel megbízott alpolgármester. Szeptembertől közel 3000 adag ételt főznek az önkormányzat gazdasági hivatala által üzemeltetett konyháikban nap mint nap. Emellé pedig nagyjából 420 adagot külsős vállalkozótól vásárol meg az önkormányzat a középiskolák egy részére, mondta Inotai Gergely.
A 6 konyha szükséges felújítását és karbantartását a nyár folyamán elvégezték. Azonban a tisztasági festések alatt is üzemeltetni kellett a közétkeztetést, ugyanis az óvodai ügyelet biztosítása miatt a szolgáltatást igénybe vévő gyerekek ellátását is meg kellett oldani, mondta el az alpolgármester. Alapvető elvárás, hogy a bölcsödések, az óvodások, az iskolások vagy épp a szociális igényű fiatalok elé a megfelelő minőségű étel kerüljön. Ezért a szakemberek arra törekednek, hogy a megvásárolt alapanyagokból a lehető legjobbat hozzák ki, tette hozzá. Nyilvánvalóan egyébként a konyháink jól főznek, tehát általánosságban azt hiszem és elmondhatom, hogy szemben a nagy főző cégekkel azért nálunk még ezekkel a viszonylag kisebb konyhákkal 500-700 adagos konyháink vannak. Itt azért a minőség magasabb, ugye mindig az határozza meg, hogy mennyit szedünk be nyersanyag normát a gyerekektől, tehát a csekken befizetett összeget nekünk a nyersanyagra kell elkölteni. Ez az összeg egyébként most szeptemberrel nem változik, tehát a tavaszkor volt ár marad egyenlőre érvényben. A közétkeztetés ellátása az önkormányzat feladata. Annak forrásait a kormánynak kellene biztosítani. Viszont az állami normatíva nem fedezi a kiadásokat. A városi büdzsé idén például 400 millióval pótolja ki a közkonyhák működtetésének és a nyersanyagok beszerzésének költségeit. Kötelező feladatunkról beszélünk, ezt a feladatot igyekszünk a legjobb tudásunk szerint ellátni. A hiányzó forrást a költségvetés minden évben biztosítja. Azzal együtt, hogy az embernek mindig van egy olyan gondolat, hogy az MÖTV szerint a kötelező feladatokat az állam lefinanszírozza, tehát igazából Vácváros önkormányzatának saját forrásból ebbe beletenni működési vagy egyéb dologi költséget elvben a törvény szorosan vett szellemében nem kellene. Ehhez képest az a több százmilliós nagyságrend az egy komoly összeg, amit bele kell minden évben tennie. Az önkormányzati közétkeztetés keretében továbbra is biztosítják a rászorulók számára a szociális étkeztetést. A 700 forintos kétfogásos ételadagokat a gazdasági hivatalnál vagy a konyhákon lehet igényelni, tette hozzá az alpolgármester. Erős felmondási hullám vette kezdetét a gyermekvédelmi szakemberek körében, mióta a rendőrség megkezdte a kifogástalan életmódra vonatkozó ellenőrzéseket, számolt be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján a 24.hu. A gyermekvédelmi szakemberek méltánytalannak tartották az ellenőrzések módszereit, ezért távoztak a rendszerből. Az elnöki kegyelmi botrány kirobbanása után szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálatot írt elő a kormány a gyermekvédelemben dolgozó intézményvezetők és helyetteseik számára. Vezetési, személyiségi kompetenciákat, szexuális devianciákat, függőségeket vizsgáltak náluk. Két állami intézet vezetőt menesztettek személyiségzavar miatt, de pedofilt nem találtak. A vizsgálatokat már minden gyermekvédelmi dolgozóra kiterjesztik. A munkavállalóknak többek között fedhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírniuk. Sokan erre nem voltak hajlandóak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 24.hu-t arról tájékoztatta, hogy a fenntartásukban lévő intézményekben 4241-en dolgoznak. Közülük 137-en megtagadták a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről szóló adatlap kitöltését, 128-an kérték jogviszonyuk megszüntetését. 71 embernél nem járt még le a határidő, azaz a távozók száma emelkedhet. Bár a gyermekvédelmi főigazgatóság szerint lehetséges, hogy a dolgozók számának csökkenése nem okoz komolyabb fennakadást, azt már most tudni, hogy több gyermekotthonban átszervezéseket kellett végrehajtani. Például van, ahol egy egész gyermekcsoportot másik intézménybe helyeztek át, de van, ahol egy nevelőhöz mostantól kétszer akkora létszámú gyerekcsoport fog tartozni, mint azelőtt. Ez pedig traumatizált gyermekeket és még jobban leterhelt gondozókat eredményez. Ezt Nagy Balázs, a budapesti Csepkő Gyermekotthoni Központ egyik távozó vezetője mondta a Népszavának. Ahogyan a lapnak elmondta, ő maga a pedofilokat szűrő vizsgálatot még elvégezte, de a kifogástalan életvitelről szóló adatlapot már nem töltötte ki.
A kérdőíven többek közt egyébként arra kell választ adni minden gyermekvédelemben dolgozónak, hogy kivel él együtt és mióta, milyen ingatlana, illetve 300 000 forintot meghaladó ingósága van, melyik szórakozó helyet látogatja havi, heti és napi rendszerességgel, milyen káros szenvedélye van, milyen a szexuális orientációja, de megkérdezik azt is, akitől ő féle a sötétben. A gyermekvédelmi dolgozókkal egyháztartásban élő felnőttnek is vállalnia kell, hogy életvitelét bármikor vizsgálhatja a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve. Aki nem töltötte ki az adatlapot, elbocsátják. Többen kifogásolták a rendőri ellenőrzések módszereit is, amelyeken a rendőrök nem csak a szomszédokat kérdezik ki, de a lakásban az utolsó fiókba is benéztek a rendőrök, idézte az egyik nevelőt a Népszava. Az utószezonban is sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, így Vácról is lehetőség van átszállás nélkül eljutni a tóhoz, közölte a MÁV a Vasúttársaság honlapján vasárnap, kiemelve, hogy a balatoni szerelvények a főszezonban több mint 1,2 millió utazást szolgáltak ki. Az utasigényekhez alkalmazkodva az utószezonban is külön menetrenddel segíti a Vasúttársaság a tóhoz eljutást. Szeptember 22-ig Budapestről és több dunántúli városból is sűrű közlekedéssel és Vácról is átszállás nélkül lehet a Balatonhoz utazni, írja az MTI. A Dunakanyar és a Balaton, valamint a Velencei tó között közlekedő jégmadár express vonat az utószezonban kizárólag hétvégi napokon közlekedik. A vonat Velencén és Székesfehérváron is, valamint a Balaton partján fonyódik a legtöbb állomáson és megállóhelyen megáll. A Jégmadár Express vonat emeletes, légkondicionált kis motorvonattal közlekedik. A járatra helyjegyváltása kötelező, de a Balatonpart mentén helyjegy nélkül lehet utazni. Az országbérlet a helyjegy megváltása mellett a teljes útvonalon használható. A vonalon 12 kerékpár szállítható, tették hozzá. A Vasúttársaság a nyári főszezonban augusztus 22-ig 1 250 000 menetjeggyel történő úgynevezett viszonylati utazást regisztrálta a Balaton felé, vagy onnan elindított járatain. Ezen felül többi között a márciusi tarifareform következtében például 14 év alattiak, 65 év felettiek, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők számára díjmentesen, illetve vármegye és országbérletekkel is igénybe lehet venni a balatoni járatokat. Így a balatoni főszezoni utazások száma több százezerrel is meghaladta az 1 250 000-et is. Csak a főszezont figyelembe véve a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 878 000, az északira pedig 378 000 menetjegyes utazás történt, tudatták. Iskola példa címmel kezdett sajtókampányt az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága. Az iskola kezdésre időzített akció célja, hogy minél szélesebb körben felhívják a járművezetők figyelmét a tanévkezdéssel összefüggésben, a gyermekek fokozottabb jelenlétére a közlekedésben. Szeptember 2-án megszólaltak az iskola csengők a gyermekek számára, elkezdődött egy újabb tanév. A rendőrség kiemelt feladatnak tekinti a legkisebbek biztonságát. Ennek érdekében már hagyomány, hogy szeptember első hetében rendőrök és polgárőrök segítik a zebrán való átkelésüket a forgalmasabb útszakaszokon. Szeptemberben az iskoláskorúak közlekedés biztonsági veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál, áll a közleményükben. A két szervezet ezzel a demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos átkelőhelyek megközelítésére, de ezzel együtt a biztonsági övés a gyermekülés használatára is. A legfiatalabb közlekedőkről tudni kell, hogy többségük még alig ismeri a közlekedési szabályokat, veszélyérzetük alacsony szintű, nem ismerik fel a kockázatokat, és a közeledő gépkocsik távolságát és sebességét sem képesek helyesen megállapítani. Ezért a gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek leselkedhetnek, ahol gépjármű közlekedés van.
Emellett testalkatuk és alacsonyabb testmagasságuk miatt is nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen egy-egy jármű takarásában nehezebben észlelhetők, tájékoztatta a rendőrség. A fokozottabb figyelem érdekében hozták létre az iskola példa elnevezésű kampányt is, mely tartalmaz egy csomagot, melyet a Váci rendőrkapitányság adott át az ES televízió részére. A hátizsák baleset megelőzési eszközöket tartalmaz, melyet a helyi média egy váci általános iskola számára ajánl majd fel. Bár a strand idén nyárra bezárt, de szeptember 3-ától újra kinyitja kapuit a Váci úszoda az Ady Endre sétányon, és az iskola kezdéssel egy időben elindul az intézményben az úszásoktatás is. A Városi Úszoda és Strand az őszi-téli átállással kapcsolatban közölt tájékoztatást, mely szerint a strandfürdő utolsó nyitvatartási napja szeptember 1-e vasárnap volt. Az azt követő hétfőn technikai napot tartottak az intézményben, így ma szeptember 2-án zárva volt az épület. Szeptember 3-án kedden nyitja meg kapuit az úszoda az Ady Endre sétány felől. Innentől kezdve a teljes őszi-téli időszakban a látogatási idő hétfőtől péntekig reggel 6-tól este 20 óráig, hétvégén, szombaton reggel 7-től 17 óráig, vasárnap pedig 7-től 12 óráig tart majd. Az iskola kezdéssel egy időben szeptember első hetétől ismét elkezdődik az úszoda úszás oktatás programja is kezdőknek és haladóknak egyaránt, de az úszást éppen csak tanuló vagy azzal ismerkedő felnőtt vendégek is részt vehetnek a foglalkozásokon. Az intézmény felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy a pénztára a nyitvatartási idő vége előtt egy órával bezár. Továbbra is marad a megyére a citromsárga hőségriadó. 34 fokos meleg várható a további napokra is. Kedden és szerdán sem számíthatunk a Dunakanyarban hűsítő záporra. Szinte zavartalan lesz a napsütés egész nap. Hajnalra 18-19 fokra hűl a levegő hőmérséklete, éjfél tájékán még 23-24 fokra számíthatunk. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió hétfő esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon az estv.hu oldalon, ahol online is láthatóak vagyunk, de követhetnek minket a Facebookon és a YouTube-on is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!